ez utánozhatatlan egy közösség szerintem. Ami tőlünk telik, azt igyekszünk megtenni. Ha előbbre tud valamit mozdítani az ember, akkor mit ülne? Általában szoktunk segíteni, ha vannak ilyen közösségi munkák, meg hát, hogy megjelenünk az ilyen programokon is, mert az emberektől lesz ez az, ami. Lehetőségünk szerint a közéletben, hogyha valami segítségre van szüksége, én személy szerint azért próbálban részt venni. Hát meg ilyen rendőzényeken létezünk. Mindig azt tartottuk szem előtt, hogy azt a minimális pluszot beletenni mindig. Ahogy most kijövünk egy kicsit főzni, egy kicsit nem tudom jól érezni magunkat a többiekkel, mindenkivel egy kicsit beszélgetni. Ez a minimális plusz szerintem elég ahhoz, hogy mondjuk egy falu közössége az összetartó legyen. Próbálunk az ilyen rendezvényekkel részt venni, például nem maradunk ki belőle, az számít, hogy ne húzzon szét a falu. Mi most költöztünk ide, úgyhogy egy kicsit most, nem tudom, most kijöttünk ide, megnézzük milyen a program, aztán majd meglátjuk, hogy mit lehet értetenni és mit nem. Nálunk csak annyi van, hogy lakunk egymás hegyén hátán egy ilyen 5-6 család, és akkor mi ott a környéket próbáljuk rendbe tartani, próbáljuk egymást segíteni. Mi a mezőgazdaságban dolgozunk, és amit ott használunk, amiket gépeket, azokkal, hogyha falunak valami segítségkel, vagy magunktól észreveszünk, akkor azzal próbálunk segíteni. Főzünk. Itt vagyunk. Hagyománynak számít a foci pálpeteszélyre. Mi szoktunk jönni a focipályára, és összehozzuk a fiatal társaságot, és építünk egy csapatot. Próbálom őket buzdítani azzal, hogy ilyen is értevesít foci pálpeteszélyre. Egy strandfoci pályát csináltunk itt az elmúlt hetekben itt a pálpeteszélieknek. Remélem, hogy jól fogjátok majd használni, meg használni is fogjátok ezt a pályát. Hajrá mindenkinek! Most például azért csináltuk ezt a főzést is, hogy ilyen fiatalokkal együtt tudjunk tenni, meg összejöjjön újra a társaság. Minden jót nektek, jó játékot! Próbálok beilleszkedni a közösségbe, és gyakorlatilag a malmon keresztül próbálom minél szélesebb körbe deszért népszerűsíteni, és elmondani minél több hely, hogy ez egy milyen jó hely, és milyen jó falunak van. Kedvesek az emberek, úgyhogy szerintem könnyű lehet beilleszkedni. Próbálok embereket mozgósítani a különböző falusi rendezvényekre. Ugye a templom énekarral is szoktunk szerepelni, meg van egy csapat, aki csak a falusi énekarban van benne, és akkor az ünnepeken próbálunk így összejönni, szerepelni, hogy mindenki magáénak érezze ezt a kis közösséget. Sok program van, ami így összehozza a közösséget, folyamatosan épül és szépül a falu, hogy nagyon szeretek itt élni. Közösség az alap, az alap, szóval benne vagyunk az alapba, és nagyon jó minden. Magamat tudom ajánlani, és erőmmel meg a tudásommal segítem a közösséget. Talán azért, mert ez a szülőfalom, úgyhogy azért minden programra az ember igyekszik itt lenni, vagy visszahúzza a szívet, főleg ha eltelnek az évek. Akkor egyre könnyebben jössz, és egyre jobban érzed itt magad. Jó hangulat! Amiket úgy hívtam. Szeretnék kérni a szalítól a Teenager Lambótól. Oda megyünk és kérjük. A magánélet és a hivatali munka
összefolyik, ezt nem lehet teljesen külön választani egymástól. Így az ember a közösségért megteszi, amit tőle telik, amit bír. Úgy, ahogy eddig is, a polgármester, amit kért, azt próbáltuk teljesíteni, úgyhogy akkor jövőre majd próbáljuk ezt a kívánságát is teljesíteni, és lovasfogatot hajtunk. Nagyon jó ötlet. Hát az én hivatali dolgozó csapatom olyan, hogy ezt be is vállalja. Én nagyon szeretek itt lakni.